Magyarországon egy ember éves szinten körülbelül 80 kilónyi lisztet fogyaszt el kenyér, sütemény és tészta formájában. Idén jobb a búzatermés átlaga, mint az elmúlt esztendőkben, megközelítőleg 5 millió tonnányi mennyiséget takarítottak be. Ez ugyan bőven elegendő lenne, viszont a minősége rosszabb a tavainál. A Gabonaszövetség adatai szerint a termésnek csak körülbelül 30%-a étkezési búza, a többi takarmány minőségű. Ennek több oka is van. Az, hogy a gazdák, mivel nem nagy különbség volt az elmúlt esztendőkben az étkezési búzára és a takarmány búzára között, és a gazdák úgy döntöttek, hogy inkább a nagyhozamú takarmány típusú hibrid fajtákat vetik, ami tudnak hozni hektáronként 7-8 tonnát. Ez ebben az évben nem sikerült, mert nem volt optimális hozzá az időjárás, tehát ez már önmagában sem tett jót a minőségnek. A másik pedig igazából az a gond volt, hogy március hónapban nagyon meleg a hónapunk volt, és ez előre hozta magát a vegetációt egy jó 2-3 héttel, tehát azt jelenti, hogy kiesett legalább 2-3 heti meleg vagy napfény a vegetációs időből. Volt egy nagyon hideg, hűvös éjszakás áprilisunk, ilyenkor nem szereti a fagyott a búza április hónapban. Május második felétől június közepéig pedig rengeteg eső esett, ami szintén nem tett jót a búzának. Lakatos Zoltán elmondta, hogy a gazdák igyekeztek jót termelni, csak az időjárás nem volt kegyes hozzájuk. Mindez a lisztárára is hatással van. Mivel a búza ára most az induló 63-65 ezer forintról felment 80 ezer forintra a jó búzának az ára, tehát itt körülbelül egy 10-15 forintos áremelés mindenképpen szeptember hónapban be fog következni a liszt termelő malmoknál. Emelni fognak. Ha abból indulunk ki, hogy valamikor ez 2023. januárjában 240 forint volt ez a liszt, most meg 135 forint körül van, akkor azt mondom, hogy azért most ehhez képest, hogy emelünk még 10 forintot vagy 15 forintot a lisztnek az árában, én mondom, nem egy tragédia lesz a fütőipar részére. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye búzatermesztés szempontjából a homokos talaja miatt nem a legmegfelelőbb. Míg országosan 860 ezer hektár vetésterület volt idén, a vármegyében nagyságrendileg 50 ezer hektárt vetettek el. Jó hír azonban, hogy a megtermelt búzára van kereslet, hiszen két nagy takarmányfeldolgozó is van a térségben. Lakatos Zoltán kiemelte, ahhoz, hogy jó minőségű lisztet és kenyeret tudjanak biztosítani a lakosság részére, nélkülözhetetlen, hogy a malomban dolgozók több fajta búzából homogén átlagminőséget hozzanak ki.